Az elmúlt időszakban számos észrevételt olvashattak az interneten a temető tisztentartásával kapcsolatban. Erről mit tudna elmondani? Temetőnk tisztántartása az nagyon sok hiányossággal küszködik. Elsősorban, amit én régóta hangsúlyoztam és szerettem volna, a hozzátartozóknak a lelkébe vésni, hogy nem egy évbe egyszer kell kimenni a temetőbe, és akkor rendbe tenni a hozzátartozók sírját, hanem ezt rendszeresen kellene megcsinálni. Addig, amíg néhány cent is az a fű, vagy az a súrján, akkor kellene kivágni, kitakarítani a sírt, nem lenne ennyire elhanyagoltnak tűnő a temetőnk. Azután a szemét kihordást az önkormányzat segítségével, azt vagy 2-3 héttel előbb elvégeztük. Három köbméteres konténer lett megtaposva, de nagyon megtaposva a szeméttel. Most ugyanannyi gyűlt össze megint. 31-én takarítottuk a kápolnát, hogy a misére istentiszteletre rendben legyen. Saját szememmel láttam, ketten vitték a gyomot, a súrjánokat a hatalmas kötekbe, a gyűjtőhelyre. Fölmerült bennem a kérdés, miért most kell ezt csinálni? Hogyha nincsen minden szentek meg halottak napja évente, akkor évtizedekig se nézünk a hozzátartozóink sírjára. Ez nagyon elgondolkodtató. Ilyenkor aztán rengeteg virág, meg mécses ég a sírokon, egy évbe egyszer. Régi méltatlan állapot ez, az én megítélésem szerint, az elhunyt szeretteink iránt. És mint mondtam, megint ugyanannyi szemét van, mint amit kivittünk. Megpróbálom megint segítségét kérni az önkormányzatnak, és talán még az ősz folyamán, hogyha nem lesz nagyon esős az idő, akkor talán még egyszer ki lehet vitetni. A másik, amit szeretnék még mondani, ez is tény, hogy 5-10 méterre van a szemétgyűjtő. De nem viszik el a szemétgyűjtő helyre, hanem félig meddig a másik sírra rárakják a szemetet, a levágott gajakat, akármiket. Itt ezt nem lehet másként orvosolni. Hogyha nem változik meg a gondolkodás módja a mai embereknek, akkor nem tudunk igazán szépen rendbe tartani egy kegyeleti helyet. És ez nem az egyház dolga, ez mindenkinek a saját dolga volna. Akkor még annyit hadd mondjak, hogy az 1996 előtt megváltozott sírhelyek lejártak. A urnás temetéseknél, ha nem sírba történt a temetés, akkor, hanem az urnafalba, hogyha 10 évre váltották, azok is lejártak, és hát a hozzátartozók szíveskedjenek gondoskodni arról, hogyha meg akarják tartani a sírhelyet, vagy az urnafülkét, akkor ezt rendezzék. És amit többször is kértem, hogy ha valaki lemond hozzátartozója sírjáról, akkor azt lehetőleg írásba jelezze már a plébánia felé, hogy annak nyoma legyen, hogy később se legyen belőle probléma, hogy miért számoltuk föl. És sajnos minden évben mondom, hogy az nagyon elhanyagolt sírok, akihez évtől évre senki sem jön, azok sajnos felszámolásra kerülnek, akkor is, hogyha hozzátartozók nem mondanak le. Tudok néhány olyan sírt, amihez már senki se jár, és tudom, hogy az utolsó hozzátartozó is meghalt, és ezeket nyugodt lélekkel számoltatom föl, elsősorban azért, hogy rendesebb legyen a temető. És ha még egyet lehet, akkor a járványhelyzettel kapcsolatban egyenlőre még a temetői kápolnát ravatolozásra, nem temetésre, csak ravatolozásra, akár urnás, akár koporsós temetésnél még
kinyithatjuk és lehet használni. Csak az a kérés, hogy 5-6 személynél több ne tartózkodjon bent a kápolnába. A mai napig a püspökség ezzel kapcsolatban újabb rendelkezést nem adott ki. Az általános rendelkezések érvényesek, de a püspökség mindig szokott kiadni még újabb, még szigorítóbb rendelkezéseket. Amikor erről kapunk értesítést, az természetesen, hogy fogom közölni, akár a temetkezési vállalkozóval, akár a temetőgondnokkal, akár a templomba járókkal. Ezt szerettem még elmondani, hogy ezt, tehát egyelőre ez van, de sajnos a szigorítások azok várhatók lesznek még a következőkben is.